No, akkor azért kikészítjük már a narancsot, meg a barnát, mert erre majd szükségünk lesz, de egyelőre, és akkor fogsz egy picike kis ecsetet, amivel fel tudod rajzolni, igazából ceruzával is oda rajzolhatod, tehát száraz legyen, sajnos nekem nem száradt meg, de majd vigyázok, még nem tökéletes, tehát akkor az ecsetedet egy picit bevizezed, fölpújítod, tehát tiszta víz, remélem a nagy ecsetedet meg elmostad gondosan, nehogy beszáradjon, és akkor a fölösleges vizet meg leitatjuk, és akkor veszünk föl egy picike kis feketét, és akkor ezzel megrajzolgatjuk. Tévedni nem fogunk tudni, tehát ne izguljál, egyébként meg ahogy a sablont azt csatoltam, tehát ha lemented és zsírpapírra átmásolod, akkor indigo, és akkor rárajzolod. De nem kell félni tőle, mert abszolút nem nehéz ezt felrajzolni, tehát fekete, jó? Remélem, hogy látszani fog. Mármint ez a fekete itt az egészen, tehát valahogy így néz ki, hogy húzunk itt egy ilyen kis ferde vonalat. Aztán tágul erre, tágul erre, így. Aztán kb. Azt már lejjebb húzom, kicsit így, beljebb, igen, és akkor ezzel még lehet majd igazgatni, jó? Túl nagyot ne rajzolj föl, és akkor, hát ezt én nem is tudom, hogy a mértani, vagyis igen, a mértani alak, minek nevezik ezt. Jó, hát valami ilyesmi. Aztán ugye ennek van egy pad része, ami, hát ugye van ez a csücskünk, és akkor innen, valahonnan, igen, ez valami ilyesmi itt, tehát egy ilyen ezzel párhuzamos, és ez is ezzel egy kicsit párhuzamos, és akkor a csónaknak a hátsó része, az pedig ugye itt van valahol, és húzunk egy fekete vonalat. Jó. És akkor viszont itt egy kicsit befeketíthetjük ide. Tehát igazából ugye a foltokat figyeljük, ide is befeketítünk egy kicsit, ez maradhat. És akkor ez így szerintem jó is. Na akkor a csetmosás. Nekem nincsen kékem, ugye teszek. Picit. És akkor belenyúlsz a kékbe, picit, tehát kicsi ecsettel dolgozol, teszünk ide a kékeket is, belenyúlsz a fehérbe, azzal is teszel ide, jó? Arra figyelj, hogy azért a fekete-fehér találkozásánál ott nehogy véletlenül szürke legyen, jó? Kék, kék-fehér, ide is teszünk be egy kicsit, tehát most figyeljük a foltokat. Még egy kicsit ezt feljebb teszem. Kék-fehér. Meg itt is még. Kicsit lehúzzuk. Jó, oké, aztán majd még jön erre ez az, jó. Na és akkor megpróbáljuk megcsinálni ugye a vitorlát.